Szóval nagyon szép estét kívánok mindenkinek, kellemes, jól indul a stream, össze-vissza nyomkodom a Stream Deck. Na, kezdjük előről, jó? Tehát ezt meg kivágjuk, ezt a félre nyomkodás. Szóval nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek, üdvít a ma esti streamben, amikor is remélem mindenki kényelmesen hátradől, és egy kicsit élvezhetjük azt, amit a történet nekünk nyújt a Yakuza Like a Dragonban. Hát körülbelül erre lehet számítani, meg arra, hogy majd így nem tudok beszélni, meg félre nyomkodom a Stream Deck-et, de hát ezt már nézzük el. Absolutely professional content és streamer incoming. Hát szép estét mindenkinek, szia Bot Taster, Molnár, Mirvan, Desert Fox, Etenir, Best Magyar Ném, Gyávanyul, Jézusom, Boldizsár, és hát mindenki. Hello. Szóval egy normál stream lesz, oké. Ennyi. Így kell hozzáállni. Meséljetek, hogy telt a hétvége, nagyon rég találkoztunk. Tegnap. És azóta amúgy egy csomó minden történt. Elmondom, hogy mi a helyzet, mi volt tegnap. Tehát lenyomtuk a streamet, amiért egy finom, majdnem közel 7 órás szösszenetre sikeredett, és nagyon szépen köszönöm ezúton is, hogy ilyen sokan itt is voltatok, meg a videnál is, szép számmal. Mindeközben amúgy nagyon szépen köszönöm Rosie-nak, vagy Rossi, hi, köszönöm szépen a követést, és Zsombinak is nagyon szépen köszi. Szóval, hogy lenyomtuk a streamet, én utána nyilván első utam a hűtő felé vezetett, és irgalmatlanul ebédeltem egyet, mert már nagyon-nagyon éhes voltam, illetve megnéztem, hogy most mi a franc lehetett a gondja a gépnek, a Worms-szel, és mai napig nem tudom, hogy mi okozta a problémát, hogy én nálam, mert belenéztem a vodba, ott nem volt probléma tényleg nálatok, de én nálam recseget ropogott minden, úgyhogy hát én nem tudom, a lényeg, hogy most minden rendben van. Kipihenni, hogy kipihentem-e magam, ez egy nagyon jó kérdés, de mindjárt rátérek, amúgy nem, de nem is mostanában fogom kipihenni magam, mert egy durva hét elé nézek, több szempontból is, nagyon sok mindennel szeretnék haladni, belekezdeni, és mindemellett segíteni szeretnék a családon belül is, vagy családnak is, mert hát ugye itt a covidos időszak és a nincs óvoda kapcsán segíteni szoktam tesóméknak a pici megőrzésében, úgyhogy felügyeletében, úgyhogy ez a héten eléggé sokszor erre szükség lesz, úgyhogy én meg mivel olyan helyzet van, hogy nálam minden lenullázódik, legalább itt tudok nekik segíteni. Közben Gabcsikának nagyon szépen köszönöm a követést, és hát itt is vagy a cseten, hello, szép estét neked is. Mirvan írja, hogy ő pihent, olvasott, most meg épp sül a hami. Mit teszünk? És nagyjából kivertem a tegnapi gyászos haláleseteimet is félig. Hát igen, szegény Mirvan a játékban elnevezett Mirvan, ő ott kapta. Nem nagyon tudtam koncentrálni, megmondom őszintén, úgy rendesen a Worms-re, meg már ott azért fáradni is fáradtam szép lassan. De mindegy. Na most mindezek után, hogy én lenyomtam a streamet, ugye, és ettem, este gondoltam, hogy a betárazott sorozat hashtag per film cunamiből, amit én így összekészítettem már, hogy meg kéne nézni, zárójel WandaVision, Falcon and mit tudjam én micsoda, Snyder Cut, Justice League, meg még van a Wonder Woman-nek is a 1984, vagy mi, meg még, tehát hogy van egy csomó minden, amit nem néztem meg, és tök jó lenne megnézni, és gondoltam, hogy én valamelyiket meg fogom nézni szombat este. Nincs stream? Yes! Tudjátok, mit csináltam? Leültem, kapcsolgattam a tévét még előtte, és így megy a James Bond Skyfall a tévébe. Ez tök jó ez a film. És így felraktam a lábam, néztem a filmen, kétadtam egy Pringles-t, és így ennél jó, legyen ez akkor. Én nem tudtam elkapcsolni. Annyira szeretem azt a filmet, én nagyon csípem amúgy a Daniel Craig féle James Bond filmeken. A Skyfall meg szerintem az egyik legjobb az összes közül, ami az ő érájában készült. Úgyhogy azt néztem meg, ma pedig pótoltam a Snyder Cut-ot,
Oh boy. Elárulom, hogy volt egy jelenet, mert hogy úgy néztem, hogy a 4K-s monitoromon, 4K-ba, fejhallgatóval, vezeték nélküli jó kis fejhallgatómmal, és volt egy jelenet, amikor így megállítottam, így elhangzott a mondat, így megállítottam, és így 6 percre kimentem, hogy mondom, ezt konkrétan bevágtátok a filmbe. Tehát, hogy én... Mindegy, hagyjuk. 4K 4:3, de srácok, ez nem 4:3. Ezt ugye mindenki tudja. Tehát, hogy... Ugye ez nem 4:3:4:3, hanem ez IMAX format, amiben föl lett véve a film, csak ugye nincsen széles vászonra vágva, mert hogy ugye az IMAX format az ugye ilyen nagy, kicsit ilyen kockásabb, mondjuk így, az, most meg nem mondom a képarányokat pontosan, de hogy az IMAX-be is, mivel hatalmas vászonról van szó, ugye ekkorában vetítik általában a filmeket, és mivel IMAX formatra készült a film, azért ilyen a felbontás, és nincs bevágva 16:9-re, vagy mit tudom én, akármennyire. Nálam a flash nagyon nagyot ment. Hú, most tényleg, itt annyit mondok, hogy ebből az érából, amióta ezek az újabb DC filmek vannak, itt most, tehát mióta lezárult a Nolan-féle Batman, jó? Onnantól számítva, nálam, ami egyedül működött, nekem valamiért működik Henry Cavill, mint Superman, szerintem ő baromira passzol a szerephez, rohadt jól áll neki a szerep. Nekem amúgy a Man of Steel az igazából nem volt a legerősebb film, de szerintem nem volt rossz, egy tök jó boot, reboot, akármi. A Wonder Woman szerintem egészen jó volt, aztán egyszer csak így elkapkodták és lezárták a filmet, de ezt már egy párszor említettem. Nem egy nagy durranás mind a kettő film, de tökéletesen arra jó, hogy alapozzon. Viszont a többi karakternél ugye nincsen meg, és ezt most így próbálta ebbe a filmben egy picit az alapozást megcsinálni a Snyder Cut-tal ugye a rendező. Valamennyire ez átjön, de valamennyire pedig hát bűzlik a dolog. Annyira azt éreztem végig az egészen, és tényleg no spoiler, meg semmi, már amennyire spoileres ez a lehet spoilerezni, azt éreztem az egészen, hogy amúgy lett volna egy korrekt koncepció, ha nem is egy akkora nagyot durranjon, mint az Infinity War és Endgame ugye a Marvel szintjén, de hogy egy ilyen korrekt kettő, akár két filmes koncepció lehetett volna ez. És nyilván, amikor jött a balhé, és ezt egy filmbe akarták belenyomni, meg lecserélték a rendezőt, meg tütörű, akkor ugye tudjuk, hogy egy milyen film született, és ez most csak egy ilyen tessék-lássék kategória 70 millió dollárért. Na de... Ettől függetlenül amúgy respekt, hogy megcsinálták, és ennek az egyetlen szomorú ténye az egésznek az, hogy ez ennél még jobb is lehetne, ha nem menedzsment szinten akarnánk eldönteni művészeti dolgokat. És ez egy nagyon-nagyon jó tanuló az összesnek, és amúgy végig azon is gondolkoztam, hogy mi az az apró, vagy mi az, ami miatt a Marvel filmek mennek, és a DC-sek nem. És nekem az első szó, ami eszembe jutott, a könnyedség, jó? Tehát, hogy tudom, hogy sok mindent lehet mondani, de a könnyedség az, ami miatt szerintem sokkal fogyaszthatóbb az emberek többségének ugye a Marvel Universe, hogy így mondjam. Nyilván ott is lehet komoly témákat kibeszélni, de miatt a könnyedség miatt valahogy úgy lazább az egész egy picit, és attól függetlenül azért az Endgame-nek a végén azért mindig az ember megkönnyezi, ami történik. Úgyhogy azért örülök, a szemem annyira rossz, hogy nem látom a különbséget, nem is értek hozzá a filmhez se. Két verziója van, a tetszik és a nem tetszik, furcsa döntés határral
Ez nyilván nagyon nehéz közbe-közbe. Bajnak is nagyon szépen köszönöm. Nagyon nem vagyok ma rendben az olvasással, de mikor vagyok rendben. Szóval nem egyszerű ez abszolút. És mondom, még egy dolog. Ez a Joker rész. Szánalmas. Komolyan. Full gáz. Na mindegy. Zárjuk is le. Folytatom majd a filmek megnézését egyszer, majd talán lesz erre idő. Ma pedig foglalkozzunk inkább azzal, amiért itt vagyunk. Méghozzá egy jó kis krimi történet. Konkrétan a Yakuza-nak jobb a sztori. Szóval, hogy egy jó kis krimi történettel a Yakuza-val foglalkozzunk. Úgyhogy induljon a game. Nos! Folytassuk akkor tehát történetünket, amit ott hagytunk abban, hogy itt. Load this data? Yes. Na, Geri, hát ha van rá lehetőséged, akkor nyomjad, és közben még egyszer köszönöm szépen a követéseket mindenkinek is. Nos, tehát ott hagytuk abba a történetet, hogyha jól emlékeztek, hogy kitört itt a háború, amivel minket vádoltak, úgymond, vagy ránk lett kentve a szituáció, és lényegében visszaszaladtunk gyorsan megakadályozni a háború kirobbanását, aminek az lett az eredménye, hogy találkoztunk a kínai részleg maffia fő-fő vezérével, a fülbevalós csávóval, aki most elküldött minket, hogy szerezzünk bizonyítékot arra, amit mondunk, miszerint az ő embere, a Mabuchi, ő akarja kirobbantani a háborút. Úgyhogy innen folytatjuk most a történetet, és egyre izgalmasabb dolgok jönnek remélhetőleg, meg egyre érdekesebb, meg kíváncsi leszek, hogy sikerül ezt bebizonyítanunk majd itt a játékból, hogy valóban mi csak a körülmények áldozatai vagyunk, és fék videó lett összevágva önön magunkról, hogy mi valóban a másik klán tagjai vagyunk, holott nem, úgyhogy meglátjuk. A Game Pass-be nem tették bele mit, de benne van. Én úgy tudom, hogy benne van, de ha nagyon szeretnéd, akkor iszonyat gyorsan megnézem itt még így a játszás legelején, mert itt van az Xbox alkalmazás, ha megnyílik, 973.014.600 szekundum múlva. Azt mondja, hogy ja, Kúza. Nem biztos. Nincs. Hát most nem dobta be a Like a Dragon-t. A Yakuza előző részeiből van, ha jól látom. De a Game Pass-ben, itt nem látom most, úgyhogy... Úgyhogy passz, de van PC-re is, az biztos. Remélem nem a OBS zártam, de jó, oké, nem. Szóval... Mi is a feladatunk? Menjünk, hova megyünk? A Restaurant Row-ra. Aha. Jajaj. Semmi first person, való. Vigyázz, taxi. Ugye továbbra is négy tagú a csapat. Így folytatódik a kaland. Azt mondja, hogy oda megyünk ugye ott a Restaurant Row-hoz. Igen, Chassi, csak nem ugyanaz a PC-s és a konzolos Game Pass. Ugye én most PC-n néztem meg, lehet, hogy konzolon elérhető a Game Pass-be. Sőt, valószínű. Mert ha jól tudom, Főni, ugye Nessai, ő konzolon játsza. És most nem tudom, hogy Game Pass-ből vagy nem Game Pass-ből, de azt tudom, hogy a konzolon játsza. Én PS5-ön játszom, ugye? Tehát mind a két platformon, meg PC-n is elérhető, csak azt nem tudom, hogy
De szerintem nincsen benne a Game Pass, PC Game Pass-be. Na, értitek. Csak kinyögtem. Nehéz mondatok ezek. Azt mondja, hogy... egy kis treasure hunt. Tudjátok, mit kéne csinálnunk? Mielőtt oda megyünk, el kéne menni a fegyverfejlesztésre. Az hol volt? A Romance Workshop ott, ugye? El kéne mennünk fejleszteni egyrészt a fegyveren, másrészt meg azért van nálam 65 ezer pénz. Meg föl kéne lehet tankolni ilyen mindenféle HP töltő, meg mi egymás. Úgyhogy menjünk át itt az úttesten. Egy. Ajaj. Már ott vannak a sarki gengszterek. Na, boltba jövök. Jó. Nem tudom, ebből három hiányzik, úgyhogy után töltünk. French fries-ból is után, mindent után töltök. Most erről a hotdogról is a Justice League jutott eszembe. Egy méterre volt a zebra, ne foglalkozzunk ilyenekkel. Fú, hát a PC Game Pass-ben benne van, akkor remélem majd talán elviszi a gépem. Hát szerintem, mondom, most néztem meg, ott én nem találtam, úgyhogy szerintem ott nincs, csak a... Szerintem Steam-en biztos, hogy van. A többit nem tudom. Vegyünk ilyen teát is. Van pénz. Van pénz lóvéra. Arigatou gozaimashita! Arigatou! Jó. Oké, mehetünk tovább. Workshopba. Mert hát lehet, hogy tudunk fejleszteni fegyvereken, meg mi egymás. Meg ugye egy csomó mindent találtunk, ilyen tárgyakat, amiket tudnánk használni. Hogyha megfelelő jobbal rendelkeznénk bizonyos karaktereknél. De most egyelőre kezd összeállni így ez a dolog, vagy legalábbis működőképes volt a utolsó pár fightban. Apa, ott már jönnek a legények, ne akarjál balhét, mert megbosszulod. Megbosszulom, bocsánat. Szia Zsoltika! Éppen a Remnant Family Ashes-zel játszok, az meglepően jó játék, mi? Szerintem az egy korrekt játék. Na, kis bemelegítő bunyó. Jó, hát ez viszonylag gyorsan eszkalálódott, ugye, ahogy ezt szokás mondani. Szerintem Ichiban szétkapta őket, mint a kisgyerek a Legót, ugye? Ahogy ezt szokás mondani. És pont itt van a workshop is a hátam mögött. Ebben nem tudom, hogy futottam most bele. Oké, itt van egy mellékküldetés, amit... Majd megcsinálunk. Kraftolni jöttünk, fontos. Szóval, ott lehet kraftolni. Jó, hát ez egy olyan sövény, amin nem tudsz átmenni, ez egy durva sövény. Na nézzük, mit tudunk csinálni. Szia Kokano, ír, hello, hello. Jó, craft improve. Nézzük a craftot, hogy tudunk-e craftolni. Jézusom, mit nyomtam? Azt mondja, hogy... Ez Ichibannak egy fegyver opció. Flaming Lumber néven fut. Aha, skorpiót kéne 5 darabot találnom, és akkor ezt meg tudnám csinálni. Ha ezt megcsinálom, ott a túloldalon fönt írja, hogy plusz 20-szal nagyobb damage-em van. Ugye van nekünk ilyen szöges izénk is. Ezt nem tudom megcsinálni, viszont ezt amúgy meg tudjuk csinálni elvileg a Flaming Lumbert. 5000-be kerül, plusz ugye ott vannak a izék. Mit tudunk még megcsinálni? Ez ugye ez a rendőrnek volt, ha azt a kasztot használjuk vele, akkor ez ugye neki egy fagyasztós rendőrbot. Ugye ő most katanával harcol. Kesztyű. Igen, ez most le van zárva. Itt van egy ilyen, hogy
Ez ilyen flaming szituációs card, Red Hot Blade néven fut, 12-vel több a damage, viszont ugye ez tüzes jelleggel rendelkezik, és amúgy ezt is meg tudjuk csinálni, nem tudom mennyi marad a mindenféle cuccból, ez valami vine. Recover mana with normal attacks. Ott írja ugye, hogy melyik jobnak megfelelő a cucc. Úgyhogy ott látjátok, ahogy váltogatok, ott az ikonkát mutatja. Na jó, hát akkor menjünk Ichibannak egy fegyver update-re. Úgyhogy megcsináljam ezt a flaming akármit. Craft flaming loader? Hogy a viharban-e? Ú, de megcraftolta a néni. That's what I'm talking about. Aha. Szia, Enci. Hello, hello. Zodi, hello neked is. Üdvít mindenki. Jó, ezt leklaptoltam. Nagyon jó. És akkor hol volt? Flame. Ez mi? Azt a nyalókás, hagyha úristen itt neki. Igen. Hol van a Flaming Blade? Yes, baby. Full tüzesbe vagyunk ma este. Nagyon jó, nagyon jó. Pretty good. Nagyon jó. Oké. És akkor Straighten Weapon. Azt, amit most lecraftoltam, azt akár ugye tudnánk fejleszteni is? Nem, mert nincsen elegendő hozzá. Hozzá rendelt alkatrész, vagy kiadott. Na, szóval itt nincs elég cuccom. Én csak ma este vagyok tüzesbe, mir van mindig? Hát jó. Szia, Shadow Friend, hello, hello. Na jó, akkor nagyon update-elni nem tudunk. Semmi baj. Viszont, nem ez a gomb, hanem ez a gomb. Items. Helyett. Gear. Igen. Hoppá! Hoppá! Oda nézzél! Oda nézzél! Hát igen, igen! Az bizonyított, az igen! És ezt is le tudjuk cserélni. De tűz! Köszi szépen, Enci, köszi szépen! Na, akkor, most, hogy ez megvan, mennyi pénz maradt nálam? Halló? 53 000. Hát. Jó, hogy van. Be kéne lehet tenni a bankba ezt is. Vagy a bankban lévőt kivenni és elkölteni, vagy nem tudom. Ugye az a baj, hogy a bank az itt van. Nekem oda kell menni. Hát beiktathatunk egy bankkört. Ugye felét tegyük be letétbe, mert ugye, hogyha esetleg kikapnánk valamilyen úton, módon, akkor ugye elveszik a pénzt. Na nézzük az új fegyvert, most direkt belemegyek a bunyóba. Jó. Kezdjünk egy kis pesgőzéssel, az már rég volt. Rázzad, bébi. Nem itt a pesgő. Szerintem jók lesznek az új fegyverek. Nem tudom ti hogy láttátok, de szerintem egész szépen damage-el. Három számjegyűek, az hagyján, de 300-as. Mire fizettem elő már megint? Kicsit nem figyelek oda, mert kapom az üzenetet. Valami számlát levontam. Spotify. Hála Imhotepnek. Menj odébb! Na ugye, szóval úgy működik, hogy itt van a ATM. Rakjunk le egy kis pénzt, mondjuk
Aha, 45 ezeren van a bankban, akkor most lerakok 30 ezeret. Úgy, 75 ezeret félretettünk. Aztán majd kiutalom a PayPal-omra a Spotify miatt. Jó, és akkor most már tényleg megyünk oda. A rendőrség bezárja a Yakuzát, de bármely más társulat szabadon. Akkor nézzék. Hát figyelj, itt mindenféle gyanús alakok vannak, meg ugye úgy van, hogy három maffia család van, akik fenntartják úgymond a balanszot, hogy ne legyen háború. Ez az, ami most ugye megdőlni kezdett Ichiban tevékenysége miatt. Ichiban? Szóval Mabuchi hülyesége miatt. És ugye pont azért nyomozunk most, hogy kiderüljön, hogy nem mi vagyunk ám itt a ludasok a szituációban. Úgyhogy ide jövünk. Na lássuk. Adachi-san, are we already in Komijul territory? Yep, we're on Komijul turf now. Mm-hmm. Feels like we might get attacked any second, don't it? Don't say that, you're freaking me out. Hey, ja, kínai maffia területén vagyunk most. What? Hello? Who's that? Hello? Sunglasses at night? Really? She's lucky she's hot. Yeah. Body like that. She's lucky she's hot. Who cares what she's wearing? You guys do realize you'd just be wallets on legs to a woman like that. I mean, you know, beauty always has a price tag. Seriously? That's your logic? You know, I can hear all of you. Mindenkit hallok. Is she with the Komijul? How should I know? Let's just go ask her. Wait, Kasuga! Hey, how's it going? My name's... Well, if it isn't Ichiban Kasuga and his merry band, good evening. You know who we are? Yes, of course. Of course? You're gonna have to explain that one. Guys, come on! She won't bite! Tudja, hogy kik vagyunk. So, I'm guessing you're with the Komijul. Yep. This pretty lady didn't knife you, so you just trust her? Relax. Now, Yugi, ma'am, ne legyél féltékeny. I think you know why we're here. You want evidence that Lao Ma killed the Soapland owner? Or so I presume? Tudja, so well és tudja. But do you have any? Probably. Come with me. Okay. This is easier than I thought it would be. Yeah, I'm not sure about this. Don't worry. Nobody that beautiful could be evil. If you don't... Na látjátok, az ott egy nagyon rossz mondat volt. Nobody that beautiful could be evil. Wrong. Start thinking with the right head, you're gonna get us all killed. This way. Keep following me. Hey, funny thing. A while back, we actually, got in a fight with a Komijul fella. Oh? We were helping out some bar owners that you were, you know, stealing electricity from. But isn't that all settled by now? Watch, Chassid, watch. Oh, it's so great. I guess it's all okay then. Don't be so nervous. I'm not nervous. Why? Do I seem nervous? No, you're fine. And besides, the jumpiness is a cute look on you. Well, you know, I do get that sometimes. Hey, let's all keep it in our pants, okay? Okay. Bond. This is pretty deserted, isn't it? Ennyi. Már bondolunk vele. Why haven't we seen anyone? Kasuga, I've never been this far in. This is the heart of Komijul territory. Yeah, I figured. Should we turn back? Hey, what are you all whispering about? Nothing. We're just a chatty bunch, is all. Arról dumcsíztunk, hogy milyen rövid a szoknyád. I won't stop you. After coming this far, I don't think so. And you know we won't, so don't patronize us. Point taken. Let's pick up the pace, shall we?
fine with me. Hey, is this what they call a cat fight? If they start hissing, we'll know. It's a trap. Okay. Hello, the mysterious woman. Inkövetlen, baby. Mármint, hogy a kedves hölgy. So this is coming, you better make sure you're ready before we go in. Egy totális. Nos, tehát. Items. Igen? Jó. Van minden feeling. Szóval, én tök ready vagyok. Let's do this. Készen állom. Rövid a szoknya. Az egy túl széles öv. Milyen kellemes környék, nem? Ezek a vezetékek, hallod? Ja, tényleg azt a ninját próbáljuk megtalálni, aki megmentett minket. Eszembe jutott. A vezetékekről. What is this place? Tuti az internet megy rajta. Tuti. Kasuga. Piece of trivia for you. In Korean, komijul translates to spider web. Oh, guess that makes sense. But what's the point of so many power lines? Uh-huh. If you want to know, come and see the top floor. Sem, ezen tuti valami Google szemüveg van rajta. Lehet, hogy átlát a ruhán a szemüvegével. Csak a pucéron lát minket. Vagy a csontjaink. What is it? It was just a cockroach. Don't scare us like that. Sorry. The thing looked like it was from the... Megijedt egy csótánytól. Hey, we got bigger problems than a roach. What? Like what? Like how that woman's gone? What? Eltűnt a csaj. Ichiban, you dumbass. Why'd you take your eyes off her? You did it too! Everyone, shut up and look over there. I saw someone. Eltűnt a csaj. Lenne egy kérdésem, hogy hogy? Azt mondta, hogy a tetőre megy föl. Ott a nyípuska. Haló? Hű! Damn it! Another crossbow? Ajaj. Hello? Call me you bastards. All of a sudden we're not welcome? What's up with the creepy masks? Now with the fists? And did you only have one crossbow bolt? Okay. Mindenki beállt, are you staying quiet? Harci pozícióba, úgyhogy mi is. Hát jó. Indul a buli. Mi ez a zene? Ezek ide jöttek, és azt hiszik, hogy lehet. Egy mínusz. Benc van. Is it an air? A néni kédet lövöldözött a szemétláda. Húha. Hirtelen jó lett a zene. Bocsánat. Meg kell rugdosni a földön. Így is van. Ne bánsd a csajt, hülye vagy. Oh, rezisztens, nem baj, a földön lesz egy kész. Ennyi. Szerintem megérte elkanyarodni az új fegyverekért. Oké.
Nagyon jó. Ott, na, ott a volt a főnök. Hey! Jó. Oké. Okay. Mi a terv? Menjünk tovább. De nem azt mondta, hogy a tetőre menjünk föl? Tehát, hogy menjünk föl a tetőre. Yeah. Na. Round 2. Mindenkinek új fegyvere lett? Hát az túlzás, egy-két fegyvert találtunk ugye az előző streambe, ott a föld alatti katakombákba, vagy így mondjam, a dungeonbe. De most készíteni csak kettő fegyvert csináltunk. Hát 4-3 mínusz. A gárdokat még mindig egyszerűen nem tudom megcsinálni. Jó, ezek ilyen bemelegítők. Mi az már harcok lehetnek itt ezen a részen? Ó, nézem már. Na. Ahogy. Staminon X. Is van valami. Aha. Mushroom. Jó. Tempered Glass. Ugye ezek kellenek majd a kraftonáshoz. Etc. Etc. Úgyhogy itt fölvesz dobókés. Hoppá. A csótányt is föl tudom venni szerintetek? Azt nem, de itt van egy irgalmatlan nagy szép. Na mi van a szépben? Azt hiszem pont ilyen make-up pouch kell a Chaisinak. Nézzük meg. Nem, hanem gear. A Chaisi gearjénél. Most találtam egy ugyanolyat, mint ami van. Találtam egy ugyanolyat, mint ami van. A szívecskés make-up pouch. Jó. Remélem lebontható vagy eladható. Menjünk fel a tetőre. Trüng. Oh, hello! Omelet! Tommy Joel! Jó. Mert egy album drop neki. Ezt hallgasd! Ott a 185-ös. Jó. Champagne shower a csávónak. Nem jött be a plusz damage, de nem baj, kapta. Area control szituáció. Igen, valahogy így gondoltam. Jó, egy perfect megvan. Áó. Jaj. Így is jó. Kapós. Hát mi zene ez már? Nézzük a sima ütést. A földön bele kell csúszni, úgy is van. Kapták. Remek, oké. Okay. Szóval ott van egy táska. Majd épp... Aha, toughness Z. Ott van egy pár cuccot fönt, láttátok? Óóóó, mi ez a jézé feltankolás itt? Kérem szépen. Hand grenade, hogy én pró vagyok? Hát, túlzás, de köszönöm szépen. Na is sweet. Mi van itt? Metal shin guard. Ez sípcsont védő akar lenni? Azt mondja, hogy gear. Ott van.
Metal Shin Guard, Magicből kevesebb, Defense-re több. Ott volt a cipőnél, ja, meg láttam már most leesett, de... Vele is látom? Ja, ott van tényleg. Jó, hát akkor nézzük, hogy kinek. Defense-re ad, viszont ugye az Agility-t meg a Magic-et azt viszi le. Simple Air Earrings. Nem tesszük fel. Viszont oda én szeretnék felmenni, mert ott volt egy csomó minden. Hát ez hogy a... Viharos ló. Látom. De minden kellene leesni oda. De. Okay, egy mushroom. Zafír kő. És egy hand grenade. És akkor vissza ide. Megvan. Ez a sok loot a boss fight előjele az álmos könyvek szerint. Így van. Kellett volna még egy kávé stream előtt, nem? Van sportcipője a csajnak, csak a játék nem rajzolja ki. Hát van rajta, csak ugye hiába tesszük föl ezeket a gíreket, ugye nem változik meg a kinézet. Mert az ugye az fix, hogy így mondjam. Na várj. Azt hiszem nem próbálok meg oda átmenni. Super spicy frankfurter. High end kimchi. Akármi. Okay. Raw platinum ore. Uramisten, mi van ott a túloldalt? Nézzétek már, ott vannak a ládikók. Meg a loot, én látom. Most azt szeretné a játék, hogy én csusszanjak át, vagy mi volt ez a... Kamera bevágás. Az alsó szomszéd. Ja, nem halljátok szerencsére. Oké, itt le van zárva az út. Nem tudunk fölfelé menni. Igen, át kell mennünk az other side-ra. Using the electrical wire to get us over. Igen, ott lent. Nem, szerencsére nem halljátok, mert ugye van zajszűrő a mikrofonon, meg ilyesmi. De elég erősen lehetett hallani. Tehát, hogy a játék zenem, a játék hangjai mellett én hallom fülhallgatón, vagy fejhallgatón keresztül. Really? Az mindig jelent valami. Oké, akkor által megyünk ott. Menjetek odém, mert itt van-e fönt valami. Há, hogy ne? Kérem szépen. Há, hogy ne? Jó, más itt nincs. Vagy... Hoppá. Azt innen fel tudom-e venni. És igen. Akkor viszont lentem megyünk egy szinttel. Vagy többen. Ó, Jézus! All right. How's that for crossing over?
Mármint mire gondolsz Shadow Fred, ezek alattam. I'm just happy to be alive. Amiről szó van. I seriously thought I was dead. You guys didn't look up my skirt, did you? But that's what you're concerned about? A csaj attól félt, hogy Nanba benézett a szoknyája alá. Miközben ő átmászott, ugye? Jó, felvettem a lootot. Igen, figyelnek minket. Yeah. Okay. Okay. Meg kell találnunk a Kumiju memberöket. Hát ott a lootot, azt megtaláltam egyből. Ott van. Found it. Mondjuk azért őt nem volt olyan túl nehéz kiszúrni. There. Hányat kell megtalálnom, halókat. I don't see it. There it is. There. Stott lóg. Hát nem gondoltátok volna, hogy ilyen keresd meg a enemit szituáció lesz a játékban, mi? Mondom őszintén én se, de őt ma megtaláltuk. Ott van egy táska, amit nem tudtam fölvenni. Őt is megtaláltuk. De mi van, ha nem találom meg őket? Le fog járni az időm. Where the hell is it? Oké, látott még valaki? Mert ezek szerint még valahol kéne lennie. Ő is megvan. Gotta find it fast. Valahol még el van bújva. Where the hell is it? Oké, de az már megvan ott, az a kettő. Ötlet. Ez mi? Ő is megvan. Haló? Hol van még? Nem látok semmit, fekete minden. Ez is megvan. Én eskü nem látok többet. Gotta find it fast. Ja, és most mi van? Le fog járni az idő, nem tudom. Damn. Bunyó lesz, az... az oké. Okay. Eltűnt. Jajjaj. Kezdjük el leszedni őket, de gyorsan. Come up.
Yes. Előkerült a csávó. Jó, nem jött össze a guard. Dobjunk vissza neki ajándékot. Kapta. Szia Dante, hello hello. Jó, annak annyi. Oké. Okay. Mehet a champagne a... annak a gyereknek. Ha, kapta. Jó, hogy hal. Kapta. Kapták. Végük van. Ennyi. Nem tudom, hol lehetett még egy, vagy valami. Nem találtuk meg az összeset. Nem tudom. Valaki látta amúgy a cseten? Should I open it? Got it. Steel hammer. Az kinek való? Tudja, hogy csak egy kéz látszott valahol. Amúgy simán lehet. Micsoda? Egyébként a stream címe egyébként rejtett promó. Vagy miért kell like-olni a sárkányt? Júj. Vasárnap van, ne csináljuk, ne. Láttátok, csak nem áruljátok el. Oké, okay, értem. Jó. Nem van. Jó van. Amúgy tudja valamelyik emberem használni ezt, amit most fölvettem? Nem mi, mert azt másik jobb izével tudnám csak. Na mindegy. Tudom én, hogy nem láttátok ti se. Jó, felvesszük a cuccot. First aid, az nagyon jó. Nekem az a kérdés, hogy... aha. Aha. Itt vannak a legények. Hello, fiú! Nani! Na gyere, Gommi Jewel! Megmutatom, hogy kell a swingelni. Így! Nézd! Bű! Bű! Azt lerezisztelte a csajó. Pedig most jó kanyomta. Büp! Hogy állunk manával? Nem túl jól, akkor csak simán támadok. Legalább lefekszik, és akkor rá lehet futni, azt megütni. Büp! Én sem ismerem az előzőeket, amúgy. Ami viszont biztos, hogy mindig ilyen jó kis krimi sztori van a Yakuza gémekben. Ennyit tudok róluk igazából. Pirate hat. Az igen. Jó. Gundinak a táskája. Should I open it? Got it. Még egy protektor. Nem már adjuk rá a protektor. Nem érne. Na most
most azt nézem, hogy vajik merre kell majd mennünk tovább. Itt van egy fölfelé út. Maybe, meg... Ja? Itt csak leláttam az útra és azt hittem, hogy arra is lehet menni. Ez naivitás volt, nem igaz, úgyhogy csak erre tudunk menni. One way only, one way only. Itt menjek be. Nem tudok. Focilabda! Itt már viszont be fogok tudni menni, nem? Nem. What? What is it? Oh, nothing. A bug flew into my ear. A stupid thing. Go scare someone else. Took the words right out of my mouth. Nem tudom, merre felé megyek, de ez életveszélyes. Konkrétan. Misztikus kő volt itt. Aha, ott van ilyen recover. Na, állj. Akkor ide bejövünk egyet. Should I open it? Persze, nyissad kifele. Bulletproof shield. Halikonyász, hello, hello. Na, várjál. Azt mondja, gear. Fegyver akarna lenni az a bulletproof akármi? Vajk. Gyanús, nem? De jó. Nyomjunk egy recovert, hogy mindenki teljesen maxon legyen. Ez mindig gyanús, ha recover van, az azt jelenti, hogy valami durva jön. First aid. Ez már a második first aid, amit kaptunk. Konkrétan. Na jó, menjünk be. Hey. Igen. Itt tök kész vagyok. Mehet. Oké. Okay. Boss time. Ennyi. Abban a pillanatban boss. Most kezdtük el játékot. Na jó, nem, mert már egy órája. Majdhogy nem. Igen. Very good. Well done, everyone. Na miben, hogy az a ninja lesz? Hey. Allow me to apologize. We're not usually so uncouth. The guy who freed us from Mabuchi's chains. You remember me. I'm honored. Igen. Hey. Why bother saving us then just to attack us now? COVID-ready ninja. I do apologize. The situation's a little complex. Complex a situation. This guy's deal. I don't like him. Weren't you the one saying he was hot? Just because he's hot doesn't mean I like him. So bejön neki, de attól még nem kedveli. I'm serving a strategic role for the Komijul. My name is Junggi Han. Junggi Han? You want to tell us why your men attacked us? I simply wanted to see how strong you are. Jó, csak azt akarta látni, hogy mennyire vagyunk kemények. No matter what happened in the fight. And yet, I must admit, you still had me worried for a second there. No way, man. We didn't even break a sweat. Look, my hair's still perfect. Does that make me strong enough for you? Yeah, for my men, yes. But for me... Why, I believe I could take all of you by myself. Na gyere! Say what? I happen to gyere ősz, Uri! Összecsomagollak! You're in quite the predicament. But there are things you don't yet grasp. If you like, I could explain nem things in greater ez. Detail. How about you spare us greater details and give us the short version? No. Very well. I'll focus on the part that's crucial for you to understand. Okay. Just give me a minute to figure out how to put it. So even an idiot can comprehend. Ledit. Le azt mondta, hogy idióták vagyunk. Hát ilyet. If you think calling me names is gonna get a rise out of me, think again. I like my life as an idiot. Nem nagyon vitatkoztunk vele. I'm not trying to get a rise out of you. I like idiots myself. Now, this way, please. Hát idiotizmus megy. Seriously at some point. Just let it go.
He really pisses me off for a hot guy. It's always the sexy ones who piss you off the most. Yep, that's why I prefer to associate with you guys. What's the... That's what's the... Kérdezt, engedjük el. Engedjük el. I think you might be the very first non-Komijul who ever passed through here. Mm-hmm. You should be grateful. Csaj az akkor etégetett, hogy az... At least pretend to be. Konkrétan fordulva a szituáció, ugye? Na, ott a megfigyelő rendszer, figyelj! Hoppá! Hát konkrétan monitoring the city. Mindent látnak, mindent hallanak. Mindenki két monitort néz. Na jó, nem. What in the world? Ugye ezért van az, hogy nekik this van mindenről információjuk. This is the heart of our business interests in Ijincho. Security cameras all over town. Footage shot by undercover Komijul agents. Here, we see everything the cameras see. We have our own generators too. Mm-hmm. But they're not enough to power such an advanced system. So, that's why... You have to jack innocent people's electricity? Igen. That's one way of putting it. Ugye emlékszünk but a legelején. But you must consider that we are recent arrivals in Ijincho. When we came, the Seriyu and Liumong were already at war over territory. The area we now call Komijul was the only scrap left to us. Still, we've managed to use it to produce a very in-demand commodity. Information. Which, it turns out, is also an excellent weapon. Too good for regular weapons, huh? Az info az mindig jó. We are quite small compared to the Seiryu clan and the Liumong. We'd be the first to go down if it came to a real war. So, igen, az ő szervezetük elég kicsike. We have come to act as the balance between the other two. It's a strategy that has served us well. Inkább az infóra koncentrálnak, mint főfegyverükre. You balance them? How? To give you an example, if a man from the Liumong entered Seiryu clan territory, igen, we'd know it immediately and report it to our Seiryu contacts. And it wouldn't end there. We'd investigate the trespasser and use his friends or family as further leverage. Opa. So you see. Tehát azt mondja, hogyha ugye a két klán között folyamatosan dúlt a háború ezen a területen, és az a kis rész, ahol ők vannak, az volt az egyetlen, ahol ők le tudtak telepedni az ő bandája, és lényegében ők tartják fönt a balanszot a két klán között. Méghozzá úgy, hogyha valaki a területet megsérti a másik irányába, akkor azt a megfelelő embernél jelentik, és azt, aki megsértette a területet, azon fogást találnak a családja, illetve a barátain keresztül. We extinguish the sparks of war before they become fires. Though we do prefer that sparks don't fly in the first place. So really, this standoff in Yokohama isn't among three equal organizations. It's two big powerful ones, and a little one mediating between them. Így van, tehát nem három nagy klán van igazából, hanem kettő óriás nagy klán, és egy kicsi, aki a kettő között lavírozik, vagy így mondjuk. Exactly right. The Liumong and the Seiryu clan should be thanking us. But they've never sent so much as a thank you note. What if someone does start a fire on purpose? Would the Komijul do anything about it? It's case by case, but many times that task would fall to us, yes. Mm-hmm. Sometimes all we have to do is apply a little pressure. But sometimes it calls for a heavier hand. It's all just business, of course. Hát ez még csak üzlet, ugye? So what about Mabuchi? You managed to put out that spark yet? He's still alive, if that's what you're asking. Igen, egyből kérdezzük ugye Mabuchiról, még mindig életben van. But take a look at the large monitor, if you would. Igen, nézzük a nagy kijelzőt. Ott van Mabuchi. A szép this fehér öltönyében. This was just moments before the death of Otohime Land's owner. You'll see both Lao Ma and his men. Oh! Hey, this looks like rock solid proof to me. Hell yeah! This is exactly what we were looking for! I knew it would be.
Anyone who watches this, even Zhao, will have to accept that Mabuchi is at fault. Ez a felvétel pár perccel azelőtt készült, ugye ahol most ott bemennek, az a Soapland, vagy mi az a, tehát hogy az a Pathhouse, vagy mi a mancs, akinek a, ahol ugye felakasztva megtaláltuk a főnökünket, és ugye az ő halálának esetén indult, vagy nyomozáson indult el ez az egész történet, és ugye most arra keresünk bizonyítékot, hogy ő nem öngyilkos lett, hanem Mabuchi ölte meg, és ez egy rock solid, tehát hogy betonbiztos bizonyíték arra, hogy valóban Mabuchi ölte meg. Nice. But I can't hand this over to you just yet. Viszont nem adhatja oda csak úgy. Micsoda meglepetés. Ti számítottatok erre? Ugye, hogy nem. There's something else I want you to see. Valamit What's még that? Meg akar mutatni. You'll see what I mean. Hát, oké. Okay. Yeah, this doesn't sound shady at all. Yo, can you lighten up, man? It's starting to rub off on me. Plot twist a javából, ugye? Heavy surprise. Biztos, hogy lesznek még amúgy a sztoriban meglepetések. Hát ugye az egész sztorinak a fő kérdőjele még, hogy a boss, régi boss, Arakawa miért lőtt le minket? Holott egyfajta fiaként szeretett minket. Mennyivel járunk egyébként azután, ahol Nessai befejezte a múltkor? Hát konkrétan olyan 4 streamnyi, tehát egy olyan 12 órányi játékkal vagyunk előrébb. Az mi az a hidron részecske, akármi particle elemzés? Come, have a closer look. It's not going to bite. Mi az? Mit lézereznek ott ezerrel? Atya gatya. Azt tudom, hát ez a 40-90-es videókártya ott. Az. Az ott a 40-90. Hát az most készül konkrétan. Úgy, összenyomják, nyáklap, izé, anyám kínja. Tévedtem, pénz. Mindenki csinálja utánuk. Gyerünk. They're printing yen. Counterfeit bills. More fake bills? Wait. Now, these are different from Mabuchi's. Yeah, uh-huh. What's up with that? Oh, these fakes are on a whole other level, I assure you. They make Mabuchi's bills look like board game money. Hello, visszatért a hölgy. Szóval, ugye ezek is hamis bankjegyek, de más milyenek, mint amilyen a Mabuchi-nál, ott ugye a raktárban, amiket találtunk. Ezek sokkal jobb minőségű hamis bankjegyek. Ezekhez képest a Mabuchi bankjegye az igazából csak gazdálkodj okosan pénz. Put them side by side, and you'd see how sloppy his work is. These are made with a state-of-the-art printer. It can copy a bill down to each micro line. I was wondering if you'd turn up again. Happy to see me? I'm happy anytime a good-looking woman turns up. It would have been sooner, but I had preparations to make. Yeah, I bet your makeup routine's no joke. You're funny. I like you. Okay. Can you two stop flirting? Mi van, féltékeny vagy? Dobd le az akkódat. How about you tell us who you are already? I don't think the lady appreciates your tone. It's fine. Why don't you introduce me to them? Okay, bemutatni. Where does your ego end? Everyone, allow me to present the leader of the Komijul.
Ó. Sanghui. Szóval ő a főnök. Né. Ő a Komijulnak a vezére. És levette a szemüvegét. How you doing? Bocsánat. Wait. You mean she's their leader? Komijul's boss is a woman? Hoppá. Újabb dráma. You remember all that paper in Mabuchi's warehouse? Igen, emlékszünk a papírra. The plain white paper inside the shipping boxes? Igen. Az üres papír. The stuff for steaming food? Az üres papír, ami a dobozokban volt, igen, amit megtaláltunk. Yeah, I remember that. It's not for food. It's made with a very special compound. The Liaomong import it from the mainland. They're a Chinese import company. Makes sense. The Japanese yen we make here uses the same paper. What? Wait, do you steal the paper from the Liaomong warehouse and make yen with it? Steal us? We don't need to stoop to that. We arranged for it to be brought here. What do you mean? Szerzik a papírt? The Komijul asked the Yokohama Liaomong to procure the paper we needed. It's only stored temporarily in Mabuchi's warehouse. Then someone from the Liaomong delivers it to us. Who brings it? And who did you arrange all this with? Oh, it all goes through their boss, Zhao. Zhao knows you use the paper? Of course. How would we keep it a secret from him? So, the paper in the warehouse gets made into fake yen, not yuan? But then, where does the yuan come from? That another part of your business? Or is that the Liaomong's piece of the action? Nope. It's neither. What? You know, this whole thing was kind of a fluke. One day, one of Mabuchi's men stumbled across a box of strange paper in the warehouse. Again? It just so happened, this particular guy was a former counterfeiter. Mm. A light bulb went off in his head, and he told Mabuchi they could use the paper to make fake yuan. Mabuchi gave it a try, and voila, huge profits. Oh, hogy véletlen. So it wasn't even Mabuchi's idea in the first place. Far be it from me to criticize others in the trade. But Mabuchi's not as smart as he thinks he is. He just got lucky one of his peons had a good idea. Does Zhao know that Mabuchi is making yuan? Have you told him? I did. But Zhao already knew. Igen. He's just pretending. Zhao, ugye a szemüveges... kínai triád, vagy nem tudom melyik, mi volt a banda vagy klán neve, annak a vezetője, aki úgy elküldött minket bizonyítékért. Pending that he doesn't. After all, it's not like he can order his men to stop printing yuan. They'd ask where the paper was going. Not even Zhao could talk his way out of that. And he's not about to do anything that might risk his very profitable fake yuan operation. So he's willing to look the other way when it comes to Mabuchi's fake yuan. It's logical. I'd do the same. But does Mabuchi know the same paper is being used to make yen? No. What he takes to make yuan is breakage. But I'm okay with breakage if it keeps Mabuchi in the dark. The only thing I care about is the paper continues to be customized for yen. Customized? Yes. Legal currency always has a specific recipe. For yen, the main ingredient is a plant called Mitsumata. But the other ingredients, the mixture ratio, the manufacturing method, those are all state secrets, which makes it almost impossible to copy. And how the hell are you pulling it off? We have a contact at the treasury. Ugye a pénz papírjának az összetételéről van szó, hogy az ugye egy teljesen állami titok, hogy a yen az milyen összetételű papírra készül, de tudják az egyik hozzávalónak a nevét, meg hogy na, a többit nem tudják, mert ugye az titok. És nekik fontos, hogy a papír továbbra is jöjjön, amit tudnak Kínából szerezni, mert akkor tudnak előállítani közel, megegyezően jó hamis pénzt. Who passed these secrets to us decades ago? That long ago? Why haven't the police caught wind of this operation? If you're surprised by police incompetence, you're younger than I thought. Oh, well. trust me, I'm older than I look. You know she's literally doing that on purpose, don't you?
The point is, almost nobody knows about these fake bills. So you better start explaining why you have one. Ichiban! Jó, most arról az egy darabról beszél, hogy hogy kerülhet, amit emlékeztek, mikor lelőtt minket a főni, akkor úgy ébredtünk föl, hogy volt a mellény zsebünkbe egy darab hamis pénz. És szerintem azt hiszem most arról kérdez. Igen, az összehaj, ami összehagyja. This bill is a misprint from our machine. It should have been destroyed. Ezt el akarták volna pusztítani. Ezt az egy darabot, mert ugye ez így nem jól össze... Nem a zsebébe volt beletömve, de ide a mellény zsebébe volt beletömve. Arra gondoltam, Mirx. Tehát ugye a mellény zsebbe volt, vagy hát a zakójának a zsebébe, azt hiszem. Our surveillance network has been watching you ever since you arrived in the city. That's how we knew you had a... A sebébe? Nem a sebébe volt. Szerintem a izébe volt. A sebébe volt. Nem, csak ugye ugyan... Tehát miután meglőtték, rakták oda bele azt az izét a mellény zsebbe. Szia, Laura, hello, hello. Tehát a zakó zsebébe miután lelőtték, rakták bele, összehajtva, és akkor dobták ki ugye őt a szemetesbe körülbelül. Én így emlékszem valahogy, de már ugye a legelső streamen volt az, úgyhogy nem emlékszem pontosan. It's time for you to tell us the whole story behind it. Úgyhogy most itt az ideje, hogy elmeséljük, mert hogy innen került valahogy oda hozzánk ez a hamis pénz. Nem szoktam le, uram, és igazából csak tényleg a barátok vannak visszajelölve. Tudtok írni, hogyha olyan van, tehát... Look, I know what you're thinking, but you're wrong. I don't know shit about that bill. Nincsen ilyen semmi probléma. You don't know anything? Not a damn thing. You know I won't hesitate to pull the trigger. I know it. You're a lady who does what needs to be done. Köszönöm szépen, jól kicsit fáradtam, de minden oké. Okay. És kameraszögek, I'm glad you recognize that. We've already reviewed every single frame of footage where you make an appearance. It does support your claim that you're clueless about the fake bill. It also showed you were bleeding out from a gunshot wound when you arrived. Is there anything you don't know? Yes, like why you're still here in Ijincho. You don't seem to have an actual goal or much of a purpose. Which I suppose makes sense, given the way you look and behave. Kinda harsh there, don't you think? But the same can't be said about one of you. Isn't that right, Nanba? Hey, well, what's this about? You showed up in Ijincho 6 months ago. The whole time, you were watching our building from the homeless camp. We saw you. How long did it take you to notice? Not long. Okay. Tehát az tisztázódott, meg azt lenyomozták, ugye mindenről van felvételük, és azt tudják, hogy konkrétan ugye itt csinál, semmi köze nincs ez az egészhez, hogy hogy bukkant itt föl, és hogy igazából azt nem értik egyedül, hogy mi a francér van még itt, mert olyan céltalannak tűnik az ő itt léte. Viszont Nanbával kapcsolatban kiderült, hogy ő már Ijincsóba fél évvel ezelőtt is felbukkant, és a homeless otthonból, tehát a csöves otthonból konkrétan nézte és figyelte az ő épületüket. Okay. But what caught our attention is you never showed interest in your campmates until the fake bill. He only talked to me because the chief asked him to heal me up, and... But why did he come with you on this journey? Is it the classic nurse in love with a patient story? No, he doesn't have Florence okay. Nightingale syndrome. He's after something. Szerintem Nanba, itt az ideje, hogy csicsereg. You knew the fake bill came from-
from Namba! Us. Namba! Don't move. She's not finished. Beépített rendőr volna? Nem tudjuk. Nem tudjuk. Kiderül. Én nekem amúgy tök szimpi ez a csajszí. Mármint, hogy... Nyugi. Namba... Just... Csak mondjad. Mondjad, főnök, meg golyót kapsz a fejedbe. You need to start talking. Who are you? You, Namba. Former nurse. 41 years old. Egykori ápoló. I'm Shoichi Akiba's older brother. És Shoichi Akibának az idősebb testvére. Nem tudom, hogy kicsit... Nincs felhúzva a fegyver? Én nem tudom, hogy fel van-e húzva a fegyver. Lehet, hogy nincs. De ezt Namba nem figyeli ezek szerint. Ki se találtuk volna, hogy neked szimpi a csaj. Hát, ugye? Közben egy kérdés, hogy mióta streamelek, lassan 3 éve. Right. Vagy mennyi? What? Shoichi. Ja, amúgy 1:30. The journalist. Igen, a kakas van, lent van. Ja, ja, ja. His real name was Shoichi Namba. Hmm. It's all starting to make sense now. És lemaradtam, ki volt ez a csávó? What are you all talking about? About 6 months ago, a journalist heard rumors about our counterfeiting operation. Igen. That was Shoichi Akiba. Ó, értem már. Tehát, hogy nem olyan nagyon régi, fél éve egy újságíró szimatot fogott az ő pénzhamisításos bizniszükről, és ez volt az a Shoichi Akiba, aki igazából az ő testvére volt. I'm here to Eugene Cho to investigate, but és azért volt itt, just a few days, hogy nyomozzon, disappeared. De pár nappal után eltűnt. Don't play dumb. Just before he went MIA, I got a message from him. Mielőtt eltűnt, kapott egy üzenetet Namba tőle. Being watched by the hogy figyelik. A Komi-Chul figyeli. Now you tell me. Where is my brother? Aha. I get it. Ő a tesóját akartam megtalálni. Some kind of rescue mission, huh? I heard about Ijincho's great wall of muscle. How it protected the town from outsiders. So I pretended I was a local. By disguising yourself as a bum and joining their camp. Thinking you'd keep tabs on us because we're close to the homeless camp. Yeah. But unfortunately, I never got any leads. Not until you showed up. Ichiban. Mm-hmm. Semmi nyoma nem, nyomot nem talált, addig, amíg mi fel nem tűntünk a környéken. És ugye nálunk volt a hamis bankjegy. Azért akadozik egy csomószor a beszédem, mert közben figyelem is az angolt, és próbálok valamennyire fordítani, meg mondani, hogy mi van. Na mindegy, hagyjuk. So from that moment on, there was no way I was gonna let you out of my sight. Mm-hmm. I figured you'd eventually tell me how you got it, and I'd get closer to finding my brother. Stupid part is... Every time you open your mouth, it became more and more obvious you knew less about it than I did. Pretty crazy, right? Azt hitte, hogy Ichibanon keresztül közelebb jut majd oda, hogy megtalálja a tesóját. Szia, Matex, hello, hello. Well, I figured out pretty quick you couldn't tell a lie if you wanted to. And since now I'm sure you don't know anything, not much reason for me to hang around. I was just planning to slip away soon anyway. And I wasn't even gonna tell you guys when I did. Uh-huh. I mean, what else am I supposed to do? Namba. I didn't want it to happen this way. Hmm. I'm sorry, Ichiban. I'm sorry, everyone. Nan-chan. Ó, csajnak megesett a kis szíve a Namban, Nan-chanon.
Ugye a Nanba épp azt mondta, hogy ugye azért maradt ugye Ichibannál, hogy közelebb és közelebb kerüljön ahhoz az információhoz, ami kellene neki ahhoz, hogy megtalálja a testvérét, és abban bízott, hogy Ichiban majd el fogja mondani, hogy honnan van az a pénz, mert ugye az volt az egyetlen nyom, de minden egyes megmozdulása és mondata Ichibannak csak egyre inkább biztosabbá tette őt abban, hogy igazából nem fogja, tehát Ichibannak fogalma sincs, hogy miről van szó, és innen nem fogja megtalálni így a testvérét, és igazából le akart lépni a bandából. Tehát először azért maradt ugye folyamatosan velünk, és maradt mellettünk, hogy megtalálja, meglegyen az info, de mikor rájött, hogy igazából Ichiban nem kamuzik, és fogalma sincs, akkor elhatározta, hogy amúgy le fog lépni, úgyhogy észre se vesszük. És akkor igazából, hogy már, hogy neki mi haszna van igazából itt. Ez most itt a dráma. What did you do to my brother? Did you kill him? At least tell me if he's still alive, please. You owe me that much. És most próbálja kiszedni a nagyon kedves lilahajú hölgyből, és a szőke ninjából, hogy szőke, ősz ninjából, hogy igazából mit csináltak a testvérével. That's all I'm asking. Csak ennyit kér. Can do whatever you want with me. Utána azt csinálnak, amit akarnak. Let Ichiban and the others go. És a többieket engedjék el. I'm willing to die. But you know they aren't involved. Spare them. Please. That takes care of our little rat problem. Hopefully he'll set a good example. The rest of you have the good fortune of being our guests. Sounds like Zhao has taken a liking to you. Yo, just a second. Megáromozták egy picit. Where do you think you're taking him? You can't just take away my friend. Friend? Didn't you hear a word he just said? He's been lying to you because he thought it would get him closer to us. You call that a friend? Igen, megmentette az életünket akkor is. To describe him. Yeah, good point. Friend isn't exactly the right word for Namba anymore. It's different now. So it's sinking in? The thing is, the only reason I say that is because friend doesn't even begin to describe him. What do you mean? He took care of me when I got dumped here. If it weren't for him, I wouldn't have survived the night. I owe my life to Namba, and that's a debt I can never pay him for. That guy back there is more than a friend. The only thing I would call him now is a brother! Ajaj. That's why I can totally understand why Namba went as far as he did to find his brother. Nothing about his reasons for lying to us about his real goal was out of self-interest. He did it for his family. So don't you dare. Don't you dare drag him through the mud and pretend like you're any better. Na, de bántsuk meg a csajt. Na, az a fegyver kapcsos, hogy jól van. Na, nincs ám. Nyugi! Hope you didn't forget I was here. Hey, weren't you the one saying you could stop us all by yourself? Shut up! What are you doing? Get us some backup! Time to call your bluff. I'm taking you out! Hát így alakult át ez harci szituációba. Gyere, így el, pesgőt! Hú, jó sok HP-ja van. Az négy cáv volt. Jajaj.
Az anyámot! Te hülye vagy! Hát muszáj vagyok hílelni, főnök. Nagy! Ja nem, neki kellett... Hopp. Kés is van nála. Hányszor támadsz? Hülye vagy? Hát a csaj konkrét... Jézusom! Jézusom! Atya! Úr... Isten! Nem meg a swing. Szerintem 400-akat ráverünk. Gyorsan szúrd meg, még fekszik. Azaz, ott még egy majdnem 300-as. Oké, valami podert rányomott Adachira. Jó, most jön a csaj. Oké. Dobjuk meg egy hamutállal, az mindig jó. 86, hát az is valami. Fekszik a földön, ütni kell. Nagyon jó. Jöjjön. Áó, rezisztens vagyok a szituációra a Poison néven el. Ajaj, még egy. Nem jó. Nagyon nem jó. Na most kaját tudok a másik is adni? Ha tudok, akkor elvileg. HP, ez az. Nagyon jó. Kis poison azért van, de... Semmi gond. Szúrd meg, gyerünk. Francba. Hoppa, téledben mekkorákat üt rám. Konkrétan a csajt arra használom, hogy Ichibant felhíreljem. 300... Még... Jaj. 150? Igen, jó. Kicsit a gyomorrontásos helyzet alakul ki. Ilyen rontotta! Most csak sima 400. Mi az? Ne csináld! Nem éri meg! Ne bántsd a csajt! Te bele fog halni! Miss! Hoppá! Nem vagy elég jó ninja! Nem muszáj hírálnem önmagamon. Megint nem jött be az izé. Már nincsen olyan nagyon sok HP. Ja. Oké, a csaj is kiütődött, viszont magához tél közben Adachi. Ami azért nagyon jó, mert tud támadni. Be kéne adni a elképesztő nagyot, csak attól fel, azt misszelni fogja. Nem, ott van. Hát, rásózás van. Gyerünk, gyorsan. Bű! Mi fa? Még hogy nincs. Kapta. You're better than I thought. Köszi a gigéket, köszi, Namba, köszi. Let's get out of here! Ichiban, get up! There's more of them coming! Come on, you can do it! Alright, jeez, I'm up! Oké. Magához tért az úriember. Szerintem nem lesz olyan egyszerű csak úgy kimenni innen. Erre gondoltam, hogy itt lesz még meglepetés, vendég. Hát, hölgyeim és uraim. Ezt az úriembert meg a swingeljük. Meg ugyan jó népet. Összességében. Ő eltűnt. Úristen. Harry Potter néven ismerhetik. Bizonyos regényből. Jó. Viszlát. Kis retiküllel agyon csaptam a csávón. Ott a perfekt. Mi van mi? Let's go! Going in! Damn it all!
Jó, kapják. Csaj, rúgja bele. Nagyon szép. Ja, hogy ő ott a hátam. Levédtem, hülye gyerek. Azt is levédtem. Mi van mi? Mi van mi? Adjad be magadat. Ide jössz, ezt itt vagy. Mit képzelsz te magadról? Szóval hogy működik itt a harcrendszer egyébként? Valamennyi időd van, amikor csinálhatsz valamit, vagy bármeddig húzhatod. Igazából körökre van osztva, a saját körödön belül nyilván annyi időd van, amennyit szeretnél. Nem nagyon nem tudsz mozogni. Igazából... Ichiban Kasuga. Ajaj. And here I thought you were just a cute idiot. Here I thought you were just a tough babe. Too bad you're actually a gullible dumbass. Too nosy for his own good. Well, too bad you're actually a wacko psycho chick. Nem lehetne, hogy make sex no more? That's almost charming coming from you. What a shame that you need to die. Backhanded compliments are getting old. Just get the hell out of our way before we beat your sorry ass. Don't let them leave here alive. Take them out! De most én nem akarom a csajt bántani. A többit az... mint a büdös izét nagyon csapjuk be, hogy... Jó, hogy ne lövöldezzen onnan hátulról, úgyhogy őt kipesgőzzük. Viszlát. Figyelj csaj! Nézd, milyen jól tudom használni a furkós botomat. Bocsánat. Ott a hamutány. Nagyon jó. A főnök asszonnyal egybe-egybe kell megküzdeni, ruha nélkül. Vagy ez egy másik játék? Nem? Jaj, most nem kellenek már ezek, nem tűnt föl, hogy az összes emberedet szanaszéjjel vertem? Hey, Namba. What? What is it? You feel strong enough to run? Yeah, I can manage. Good. Get out of here while you can. We'll hold them off. No, no time to argue. Go! Most ki akarjuk őt? Szia, te puszáj, halló. But if you don't make it, who's gonna find your brother? Aren't you mad at me for not telling you about him? I owe you my life, man. Don't you realize? If you'd been honest from the start, I would have helped you anyhow. And we'd have ended up exactly where we are now. A legjobb helyen beszélik meg amúgy, nem? Tehát, hogy nyílpuskával állnak velünk szembe, meg pisztollyal. Thank you. A biggest boss, a gumicsúlból, érted, a csaj. Oké, okay, hogy szexi meg minden, de közben itt azért lelki dumjázzunk. Well, I share the sentiment. But, Tachi-san, Sacha, you're all sure about this? Shut up, get going already. Most elküldjük őt, hogy meneküljön el, addig mi feltartjuk a többieket. Don't let him get away! No more playing chase. How about actually fighting us, Song Hui-san? Or are you scared?
little. Hey, calm down. Getting mad will give you stress wrinkles. Yeah. Isn't smooth skin a big thing for chicks like you? All your flirting with the guys will be for nothing if you get all angry now. Elképesztő szájkarata megy. You need to watch your fucking mouths. De miért kell bunyóznom a csajjal? Ja, a csaj még továbbra is csak megfigyelő a buliba. Jó, szerencsére feltöltött valamennyit HP-szerűséget a játék. Jó, egy ember minusz. Kicsit messze van az a csávó. Mi baj, azért meg a swingelünk, hát ha kapja. Kapta is valamennyire. Ó, 3-ból 2-t levédtem, az már valami, viszont baromira kell HP-t töltenem. Lehet, hogy egy 200-asat is beharaphatnánk vele. Jaja. Úgy, ez már majdnem max. Nem figyeltem. Jézus Máriám. Jó, a kis csávót megint lepesgőzzük. Amúgy én, ha egy pesgőgyárnak lennék, vagy egy pesgőcégnek lennék a marketingese, tuti, hogy befizettem volna, hogy ebbe a játékba az én pesgőmmel locsoljon a csajszi. Csak mondom. Marketing tippek. Ez eltalált sajnos. És miss! Az anyámot. Ott van, fekszik, ki kell végezni. Visz le! A pénz, mint olyan, az pörög. Level up. Seems I've underestimated you. Így van. Dobd le a kabátot. Then how about we call it a day? If you don't mind. Beszéljük meg egy italmellett. That depends on what he says. He? Huh? Who he? Huh? Fine. You still want to fight, Jung-gi-han? 알았다. 남바는 이진초에서 반드시 줘봐. I'm sorry, ma'am. But Namba managed to slip away. Shit. Good job, Namba. Quiet. You don't understand what you've done. Sure I do. We saved our friend from getting murdered. What's it to you? If he leaks the secrets of our operation, we'll lose any control we had, and Ijincho will crumble. Crumble? Don't you think you're being a bit dramatic? Mert ugye most attól fél, hogy a Namba elmondja, meg kiteregeti a szennyest, hogy így mondjam, hogy ők ugye csinálnak pénzt, tehát hogy mivel foglalkozik a, igazából a, itt a megfigyelésen kívül az ő klánjuk, és hogyha ez kiderül, akkor velük le fognak számolni, és elindul az a háború, amit ők igyekeznek amúgy igazából, amúgy emlékeztek, ahogy beszéltük itt a sztorinál, hogy a két nagy klán között ők kicsiként igyekszenek egy kis balanszot teremteni, ha ők eltűnnek, kitör a háború. The fake money dries up. Wouldn't that cut down on crime? None of you understand. I'm telling you, the city would grind to a halt. We can't allow that to happen. Does that mean you're not giving up on snaring Namba, then? Of course not. Until he scales the Great Wall, he's fair game. The Komi Jewel will use every resource at its disposal to find him. Say you actually find him. Then what? We kill him, obviously. You set on that? Of course. Well, I guess we're doing this. Doing what? My pals and I will help Namba escape, since you insist on murdering him. I guess we'll just see which side gives up first. This'll be exciting. You're not funny. Not trying to be. I'm serious. Mm-hmm. Haven't you figured out what kind of guy I am yet? Yeah, a pain in the ass. Don't be like that. I know you're head over heels for me, so can't you just let Namba go? He's not gonna go around spreading your secret.
Well, it's not just my secret, so I can't make the decision by myself. But you're the leader of the Komijul. Mm-hmm. If you just give the word... Kasuga. What? 2 a.m. tonight, Heian Tower in Chinatown. Be there. There's a man I'd like you to meet. Okay. Whether Namba lives or dies will be up to him. Who is he? Don't be late. Kettőkor kell valakivel találkoznunk a Chinatownba. Aki gondolom az ő boss, üzlettárs. Valakivel szeretné, hogyha találkoznánk. És ő fogja eldönteni, hogy Namba életben marad-e vagy sem. Viszont kettőkor találkozunk a csajjal. Szóval, hopp, ott a Randi! Yes! What's that? For 6 months, Namba pretended to be a bum so he could watch the Komijul. That's what they said, wasn't it? Yeah, Songhui mentioned it. He must have had a lot of stuff at the homeless camp to live there so long. It's probably still there. I want to check, at least. There might be a clue that would tell us where he'd go if he had to hide, you know? Not a bad idea, but can't take Saiko to a smelly hobo camp. Dude, I'm going too. Don't even think about pulling that card. Namba left the party. Mit nem mondasz? Oké, királyság. Nekem tetszett ez a sztori rész is. Oké, menjünk, azt mondja. Menjünk a homeless camphez. Mindemellett amúgy kicsit rendezkedjünk vissza energia és hasonló ügyileg. Azt mondja, hogy egy kis tea fogyasztást tudunk javasolni mindenkinek. Ugye? Igen? So good. Amikor Martin így beszél, hogy oké, rendben, királyság, mindig azt hiszem, hogy vége a streamnek. Not yet, még nem. Ma nem lesz nagyon hosszú az adatfolyás, mint ilyen, de még nem, azért még nem végeztünk. Megyünk most oda, ugye, ahol az egész szituáció kezdett itt Ijincsóba. Menjünk szépen vissza a homeless szállóra, vagy mi a mancsra. Hát én már ott cigarettázik egy embőr. Szóval itt írtátok, hogy esedékes lesz lassan egy bevásárlás. Annyira azért durván nem használtunk el sok mindent. Ránézek, még itt vannak, meg találtunk is. Candy még van, itt még 28 darab ilyen chicken akármin van. Vannak még cuccaink. Ez a játék egyébként szerepjáték hivatalosan, ez ilyen JRPG, Japanese RPG, amennyire én tudom. Annyi, hogy nyilván nincsen ilyen túltolva a dolog, hogy tehát nem én adogatom a karaktereknek a pontokat a fejlődéshez, hanem azt önmagától csinálja, viszont ugye különböző hát a kasztokat ugye itt munkáknak hívják, különböző munkák vannak, és annak megfelelően fejlődnek a képességek, hogy milyen munkát mennyi ideig csinálod, vagy hogy mondjam. Gyere ide, vödör fejű! Kap! De. Akkor nem tervezek ebbe vásárlást? Nem, miért? Most még nem kell vennünk semmit. Jó, menjünk szépen tovább. Itt a folyó mentén, ugye? Ha jól emlékszem, igen, itt kell majd... Na nézd meg, mert megint itt vannak. Ott van valami. Mi a fánál, azt ad ide? Shell. Ú, itt vannak a kemény legények, oda néz. Oké.
Nessa BB pesge. Let's go. I got this. Go nice. Kapta. Magic Legends-et tervezem-e majd kipróbálni. Kenden indul az Open Beta, ha esetleg nincs meg milyen játék, majd néz utána. Nem tudom röviden leírni, de ARPG, mint egy Diablo. Döbsz nekem erről egy linket a játékajánlóba a Discordunkra, Dante, ha megkérlek, mert el fogom felejteni. Öreg vagyok, és szemén is. Vagy csak szimplán idióta, de... De tényleg elfelejtem. Aztán ránézek, nem tudom, most így hirtelen nincs meg. Na, szóval ide jöttünk, ugye ez volt a szállása Nanbának, itt gyógyított meg minket. So, this is no place to bring a proper lady, you know. Nem ilyen helyre kell hozni a csajokat, tudtam? Főnök. Mi történt Nanba? Excuse me. Nanbával Ichiban. Oké, át akarjuk nézni a cuccát, erre kérünk engedélyt. Discord link az a leírásban van, vagy úgy, igen, mir van, köszi szépen. Oké. Okay. Na lássuk, találunk-e valamit. Rudolf, nagyon szépen köszönöm a követést. Hello, hello. Nosztalgikus Kasugának ide visszatérni. Na lássuk. Mi ez a szag? Oké. Okay. Vajon mi? Csövi helyen. Hey. Mi van ott? Mi az? Ott van egy dobozka. Nagyon szép, igen. Mi van a dobozba? Laptop volt a dobozba? Ok. Szia, Rudolf. Hello, hello. Köszi szépen. Igen, nem kimondottan az a hajléktalanoknál előforduló eszköz a laptop, ugye? Köszi, hogy kijátszod, nekem nagyon tetszik a játék. Hát az, hogy teljesen kijátszuk, az még mindig kérdőjelben nem, de csak nagyon érdekel a sztori. És kíváncsi vagyok, hogy mindig tudja fenntartani az érdeklődésemet a sztori, és el fog elaposodni, vagy sem, vagy nem tudom, de a fő sztori nagyon érdekel. Tudom, hogy végtelen mennyiségű tartalom van amúgy a játékban, mindenféle mellék küldetésekben és játékokban, meg hasonlókban, de engem a fő sztori része érdekel igazából. Na jó, azt mondja, hogy azért állítottam meg így, mert nem pölög el magától, mert ugye egy idő után magától elugrik. Aha. Hm? Igen, hát Kasuga nem az a számítás technikai zseni, maradjunk annyiba. Hey. Hey. Igen, Adachi se éppen a... számítás technika zsenie. Nem, itt van szerencsére izé Psycho, ő Kenny vágja itt a szituációt, úgyhogy most keres a fájlok között ezerrel. Hm? Ichincho Incident Draft 2, version 2. Vagy mi Draft version 2? Ez a tesójának egy irata egy magazinba. Mysteriously fake money emerges in Ichincho. The truth behind the rumors.
a hamis pénzekről akart ugye írni cikket a tesója. Where are the counterfeit bills? The truth behind the rumors. Itt van a... Aha. Yo, check it out. Mi? Hogy az egész 50 évvel ezelőtt kezdődött el? Wow. Hey. Party veteran pocket. Okay. Tehát politikai szereplése is van a pénznek. Tehát gondolom a politikusokat finanszírozták a hamis pénzzel, itt tipre. Gondoltam, hogy politika lesz a vége, mondja Shadowfriend. Just stabilizing rumors. Okay. Igen, valószínűleg ez nem egy mindent eldöntő bizonyíték lett volna ez a cikk, tehát hogy nem változtatott volna olyan hatalmas dolgot. Viszont mi ugye tudjuk, hogy léteznek a hamis pénzek. I see. Aha, Nanba tudta a legelejétől ugye, hogy mi ez a cikk. És akkor látta a hamis pénzt nálunk, akkor úgymond eljátszotta a hülyét. És akkor igen, akkor jött rá, hogy igazából van igazság a tesójának a cikkébe. Mégiscsak. És ez volt az első jele a reménynek, hogy megtalálhatja a tesóját, gondolom én. Damn! Tényleg? Visszakaptuk a build, vagy elvitt a csaj? Ja, igen, a csajnál maradt, a lila hajú csajszínál maradt a hamis pénz, ami ugye nálunk volt, a véres hamis pénz. Igen, és erre azt mondja Öncsiben, hogy majd visszakéri tőle, amikor legközelebb találkozunk, mert nyilván csak úgy vissza fogja adni. Igen, itt nem találunk több infót, hogy merre mehetett yep. A Chaisi Nanba. Látod, már Chaisi-ra gondolok. Bocsánat. Jó. Akkor. Most kell elmennünk a Hien Towerhez, viszont ha már itt vagyunk, és a laptoppal mi lett? Azt így... Hátizsákba bevágtuk, vagy alsónadrágba, vagy... Na mindegy. Szóval azt akartam mondani, hogy ha már itt vagyunk, akkor egy recovert benyomunk. És akkor hova megyünk? Az igen? Hát az...
Az ott finoman nem a szomszédban van, ugye? Hogy így mondjam. Na jó, futi. Mennyi pénz van nálam? Egy raklap. Itt van pont szembe a izé volt. Érdemes le beugrani az ATM-hez, hogy lerakjak egy kis pénzt. Valami van a földön, add ide. Egy Tojo Clan kitűző. Azt mondja, depozitáljunk egy kis pénzt. Úgy, félretettem 125 ezeret. A mentés automatikus, Shadow Fred. Például most, amikor így leraktam a pénzt, biztos, hogy mentett egyet autószéfbe. Na gyerünk! Jó, érdekes itt a szitu. Kicsit lootolgatok itt útközben. Magic and the Gatheringben volt egy nagyon köz PC játék, imádtam. Valami rémlik. Tényleg? Jajjaj. Oh, dear, that wasn't enough time. Ez egy mellékküldetés. You need help crossing the street? Well, of sorts. Yes. Looks to me like the signal changes pretty quick. Why don't I just carry you over? No. And while I do appreciate your kindness, that won't be necessary. Are you sure you're gonna be okay like that? I'll be fine. You see, I made the decision to walk with my own two feet until I'm dead and gone. Heck, okay. I won't even get in a car unless I have to. Ő gyalogolni akar, csak nem tud elég gyorsan átérni amúgy a zebrán. Yes, and that's why I intend to cross this street without any assistance. És ezért, mert hogy ő egyedül akarja megoldani, nem fogadja el a segítséget igazából. That's the case. No, it's green. All right, Umeko, you can do this. Here we go. Ajaj. Most visszajön. Oh dear, how many times has it been now? Szerintem nem, úgy látszik, nem először próbáltam el. Why don't you go to a different crosswalk? Maybe without a signal. If I did, that means that's a victory for this here crosswalk, and I can't let it win. Oh. I do wish these old legs of mine were quicker. Huh. You know, I'd like to help, but I'm fresh out of ideas. Oh, don't you worry about me, son. Okay, akkor engedj tovább menni. I'll head home for the day. És most visszafordul? Életem mellékküldetése van. Konkrétan. Tehát amikor kicsekautolok a Life-nak hívott gameből, akkor ezt ott így, mint achievement, biztos, hogy így fel fogom emlegetni. Na tudé! Na gyertek ide! Kicsit egyenlőtlen a küzdelem, mert ők ilyen 10-es szinten vannak, mi meg azért ilyen 20-as, 21-es. De annál nagyobb élvezet kicsapni ezeket az életből. Nem bántod a csaj? Nem bántod a csaj. Ez sima támadás is jó lesz neki. Jó a japánod, ennyi. Abba a pillanatban. Arigato okasaimasu. Ja, akkor erre fölfelé, ugye? Térkép alapján egyenesen is úgy, jó. Ja. Bocsánat, megállok itt pillanatra. Megkapok levegőt.
Azt mondja Desert Fox, hogyha tudod mi az a nani, akkor igazából mindent tudsz. Nani? Akkor mindent tudok. Ilyenkor meghúzom a lapos üveget? Így van. Te hogy is gondolod? Már viccázzunk már ilyennel, jó? Még valaki komolyan veszi. Nem ilyenkor... kifújom a nózimat. Csak nem akarok a streambe brüszkölni. Okay. Jó úton megyünk, jó úton megyünk. Jaj, emlékeztek, itt volt valahol ez az iskola is, ahol a csávó fel akarta szedni a pultos csajszit. És azért, hogy felszedje, nekünk be kellett menni egy izét, kurzust elvégezni. Konkrétan kérdéseket tettek föl. Üdv ismét, Mr. Hirks. A Worms játékok nagy szak. Tekintélye. Konkrétan inasba rakott minket Hirks, aki esetleg nem lemaradt a szituációról. De így ma. Ajaj, ott. Konkrétan szembe, hát nagy gangster gyülekezet van. Skökszönö! Itt az anyád! Nem akartam balhét. Na, ezek viszont már egy kicsit huncutabb kollégák. Őt lespritzkoljuk. Hát Hirks, konkrétan te raktál inasba minket a Wormsba. Ne őt! Földön fekvőt akartam megtámadni. Okay. Nagyon szép. Is mondhatnák, hogy gyönyörű. Megy el, Liu Kang! Ne, meggondoltam magam, menj vissza. Bű! Miss! Ahogy be kell fejezni viszont látásra. Hure! Ne szepes gő! Hogy állunk amúgy? Aha. Na. Most, hogy őket lecsappantottuk, itt menjünk szépen tovább. Isten, micsoda forgalom vagy. De rohadt jól néz ki amúgy ez a lámpásos sor. Wow. Tetszik? Itt van valami loot? Lehetett volna. Ha már Liu Kang láttam a Mortal Kombat trailerét, igen, és rohadtul tetszett. Tehát konkrétan szerintem király lesz. És majdnem mondtam, hogy majdnem az a trailer jobb, mint az egész Snyder Cut, de nem akarok ennyire gonosz lenni. Hát azok ott bizony gangsterek. Kis gond, megfordultak. Ó, hogy esnek teherbe az összes. Ez azt hiszi, hogy ő a Wolverine. Láttátok? Ő is. Ez mibe esett el az emberem? Haló? Na, akkor kezdjük el az osztást. Pesgődte ki! Nagyon szép.
You're gonna be in a world. Check this out. Let's go. Szurka! Mire kaptam én a damage-et? Hoppá! 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 Bleeding-el, bleed-el konkrétan. Jó, ezt kapta hal. Nullos. Van, azt hiszem vettünk egy csomó ilyen gézlapot, úgyhogy be tudom tekerni a csávót. Ott van a géz. Jó. Nem fogunk elvérezni, ne aggódjatok. Mű! Nem tudtam a izét, timingot, amúgy azzal plusz damage-el meg lehetett volna. Jó. Azért szerintem elrontották, mert nem üveboltot kértek fel. Ezt most nem értem, Hirgs, de mindegy. Szemben a pekingi kacsásból. Az nem itt volt, az egy másik város, város részben volt a legelején lévő sztoris, vagy hát a bossos pekingi kacsás szitu. Na mielőtt bemegyünk? Azt mondja, hogy... Ez 250 HP-t kapott. És így jó lesz. Ja, értem. Ja, Hirgs, aha. Hogy az alapján ír, úgy már értem, hogy arra írtad, csak nem tudom, hogy mire gondolsz pontosan, mindegy. Oké. Ez egy eléggé felkapott, fancy hely. Dress code? No Yakuza or ex-Yakuza allowed. You? Nem enged meg be minket. Ezzel szivat a csaj. Oké, értem. Hehehe, nagyon vicces volt, Psycho. Listen. Na menjünk, találkozzunk a lila hajú lánnyal. Elfelejtettem a nevét. Nobody's here. Így nehéz lesz a lánykérés. Aw, are you scared? Don't be so wimpy. I thought you were a cop. That was a long time ago. I'm a driving instructor now. Adachi-san's just allergic to fancy restaurants. Na várjál, tehát hogy ugye most derül ki, hogy ő... Azt tudjuk, hogy ex-zsaru. De hogy... Driving inst... tehát, hogy... Vezetésoktató. Hans, that's all. He's a man of basic tastes. It's true. I only ever go to fast food joints. Ugh, that's so gross. Also true. Right on time. But everyone's already inside, waiting for you. Well, we weren't late, so you don't get an apology. And I wasn't expecting one. Jó értem, I just thought I'd let you know. Of course, now you're making them wait further. And who is them, by the way? You'll see. Go in, please. There's no need to worry, Kasuga-san. You have the Jungihan guarantee that no harm will come to you here. Okay, azt mondja, hogy semmi bántódásunk nem esik majd itt. Amúgy Hirgs írja a cseten, hogy ez a... hogy a Uwe Boll olyan legendes filmeket rendezett, mint a Postal, Blood Rain, Rampage, Alone and... Alone in the Darkness, meg még ki tudja milyen játékok adaptációit. A Blood Rain-ből volt film. Még azzal a játékkal játszottam, de nem mindegy. Gun at me just a few hours ago. Ah, but now we are outside the bounds of the Great Wall of Muscle.
That changes things. Kettő is volt. Jesus. Come in! That was Sanqui. Igen, Sanqui. Here we go. Hoztuk a gyűrűt. ...2005-ös remek mű. Köszi, Zadi! Yo! Kasuga-kun! How you doing? Zhao! Itt van Zhao, ugye a boss. És ott van a izé. Hello? Nézzük. És a főnök, akivel, akivel már találkoztunk, akinek a... Beköptük az emberét, hogy csinálta a gyilkosságos bizniszt. Mondjátok már! Az öreg. Hogy hívták? Hey, what's up with the old guy? Watch it! That's Ryuhei Hoshino. Az a Seiryu Clan-nek a vezetője. But if he's here, then that would mean they're... Yeah. The Eugene 3. Itt az Ijin Free. All the leaders gathered in the same spot. Kasuga, think you can tell us what the hell is going on here? A három nagy... Nagy... klánnak a vezetője egy helyen, az Ijin Free. Micsoda, micsoda van itt? Gyerekek, menjünk tovább! Gyorsan! Következő chapter. Ami ezúttal már a nyolcadik. Bleached Black. Please, step inside. Lépjünk bente. Hey, aren't these three supposed to be fighting a war? Supposed to be. Kind of a weird place for us to meet, Chairman Hoshino. Especially considering the three of you look more like you're ready to have a tea party than tear each other's throats out. Usually we meet only once a year, unless there's a need to share information face to face. Általában, tehát hogy ugye egy különleges, vagy hát meglepődtünk, hogy ugye itt találjuk őket együtt, és hogy általában ugye évente egyszer szoktak találkozni, megbeszélni a dolgokat, akkor szokott ez másképp lenni, hogyha valami különleges dolog van, amit szemtől szemben kell tisztázni. Hát ez egy ilyen alkalom. As we must now. We always do what it takes to keep the great wall intact. Mindent megtesznek, hogy a great wall fennmaradjon. Stop them. Two of my youngest men were gunned down without mercy. Liamang Turf's been raided right up to the perimeter of their base. There's no stopping any of it now. At this point, whoever retreats first will have lost the war. I can't lay down my spear until that happens. That's pretty much the same deal for me. So then why are you two here? Gonna decide the war over a game of cards? Not the worst idea. What the fuck? People are dying! And meanwhile, you three are just hanging out playing nice? Think your men would approve? Do any of you even care what your own people think? Kasuga, there's no need to throw fits about what you don't understand. Do you know right now Captain Takabe is Zhao's prisoner? Prisoner? We're treating him more like an uninvited guest. Honestly, I'd let him go if I... Ugye azért egyik emberéről van szó az öregnek, hogy ugye ő most prisoner, tehát fogolyként ott ugye elfogta a laza csávó, a Chang, kínai mafia vezér csávó, és ugye azért indultunk el, hogy őt kiszabadítsuk, csak ugye azért kellett nekünk a Mabuchiról infót találni. És hogy tökre nem érti amúgy Ichiban, hogy most ők itt így lazán így beszélgetnek, miközben az emberik amúgy ölik egymást konkrétan, és hogy így haló. De hogy ugye az öreg mondja, hogy olyanban ne üsse az orrát, amihez... I have one good reason to. I just don't. Igazán tudja, hogy mi van. So you're going to sit here and do nothing? Just let the chips fall where they may? That's how it needs to be.
A bunch more pointless deaths is how it needs to be? They're not pointless. Our men's willingness to fight is the entire reason we're able to serve as checks on each other. As long as the triangle remains balanced, it can hold firm against outside pressure. That's much like how Japan established separation of powers after the end of its dictatorship. It's not perfect, but it's the best solution we have. Do you see the logic there? Oh boy, a post-war history lesson. What? That's what you're comparing it to, right? Yes, because it's relevant. The post-war period is when the town's lines of power were drawn. Huh? The black market was born from the ashes of the war. It laid the foundation for modern-day Ijincho. Back then, the Seiryu clan was thriving. But in Chinatown, two rival Chinese gangs were competing for dominance. The winner of that fight prospers in Chinatown to this day. The gang that lost became the Yokohama Liuman. They were driven out of Chinatown and into Ijincho. The Seiryu clan wasn't about to take that kind of invasion lying down. For a time, the gutters practically ran with Liuman and Seiryu blood. Man, you're gonna lecture until the bell rings, Professor? You want to understand what's going on? Then you need the history, you smartass. If you want to understand the fake money, that is. The Seiryu clan knows about that? Yes. All the fake money printed by the Komi Jewel goes through me. But doesn't that mean the Seiryu clan is the real puppet master behind all this? How do you figure that? Mabuchi started forging Chinese yuan, sure. Okay. But only because of the counterfeit yen. I think I'm starting to figure all this out. The Liumong brings in the paper. The Komi Jewel prints the bills. But then, the Seiryu clan keeps all the profit? Wait. Are you all in this together? Mindannyian benne vannak a pénzhamisítós cuccba. Because I'm pissed off right now. First I'm kidnapped, accused of being a Seiryu Yakuza, then blamed for being the spark that ignites a war, nearly killed over Namba's thing. Now I'm here with the Ijin Three, who, by the way, don't even give a shit about the war. Tell me, why should I calm down? He's got a point. And you with your damn Seiryu clan. You're the one getting the most out of this! No, because we're not the final destination of the fake yen. That will be Yutaka Okikubo's pocket. Az kicsoda? Yutaka Okikubo? I saw his name in an article. Politikus csávó. Tehát ugye mind a három klán benne van a pénzhamisítós bizniszbe. Az egyik hozza a papírt, a másik előállítja, a harmadik meg leszállítja. Tehát, hogy így, mármint, hogy a politikusnak. És ugye azért csinálnak mindent, hogy fennmaradjon az egyensúly, és hogy a külső maffiák ne jöjjenek be ebbe a városba, Ijincsóba. Úgyhogy amíg ők hárman stabilan tudnak lenni, addig kintről, a kinti dolgokról meg tudják védeni önmagukat. A harmadik, negyedik fél költi el, igen, igazából. The Citizens Liberal Party. És ugye Ichiban meg azért pipa, mert hogy így tehát konkrétan mindennel tehát elrabolják, megvádolják, meg mit tudom én, micsoda. Utána meg most konkrétan itt van az Ijin Free-vel, a három nagy vezérrel, hogy így, akik meg köbben teázgatnak, miközben emberek halnak meg. Three of you are working together to support him politically? Why? Suddenly my history lesson seems relevant, doesn't it? Fine. On with it. Okikubo is the man who proposed making fake money in Ijincho. A politikus javasolta, hogy csináljanak hamis pénzt itt. This was 60 years ago. He pitched the idea to the first Seiryu chairman and first Liumang boss. A politician suggested committing federal crime to a bunch of gangsters? For real? At the time, Okikubo was only a member of the city council. But he saw the fights breaking out between the long-established Seiryu clan and the newly arrived Liuman. He understood it was, in essence, a turf war. Knowing that, he looked for solutions to stop the bloodshed, solutions that would save lives.
Uh-huh. Tehát azért vetette föl igazából, tehát akkor még csak kisebb pozícióban volt a politikus csávó, de azért vetette föl azt, hogy itt csináljanak az akkori klán vezetőknek, hogy csináljanak itt hamis pénzt, hogy ezzel meg tudja állítani az öldöklést és a vérontást itt Ijincsóba. And eventually he managed to find an answer. Fake money of all things. Industry, which in this case is, yes, fake money. Hokikubo split the roles up evenly. That way, both organizations would have a common goal. Konyesz, köszönöm szépen a gift-et Shadowcatnek. Köszönöm szépen a támogatás közben. The Seryu clan would print and transport the money. How did Hokikubo know the counterfeiting process? Well, he didn't at first. But since he had faith in his plan and a desire for peace, he used every single connection he had to collect the raw materials, mm-hmm. plus the recipe. Counterfeiting wasn't that difficult back then. Currency didn't have all the security features it has now. Igen, akkoriban még a hamisítás nem volt akkor annyira nehéz. But anyway, after the first batch was printed, Hokikubo used it to bribe the cops. Mm-hmm. És arra használta a hamis pénzt, hogy meg... bribe. Na nézd meg. Megvesztegesse a zsarukat. Not the Seiryu clan or the Liumong? There would have been no point in paying off those two. That conflict goes deeper. Hokikubo understood that. Okay, but why give it to the police? They wanted to control them, of course. In the blink of an eye, they became his loyal servants. Mm-hmm. És mivel pénzzel látta el a zsarukat, hirtelen ugye az összes zsarua. Vagy hát ők a szolgái lettek igazából. How corruptible law enforcement tends to be. Anyway, Hokikubo had his new minions in uniform crack down on one certain region of Ijincho. Well, that doesn't sound like such a bad thing. Yeah, he was making the city safer, right? Well, that was just a side effect of what he really wanted. To squash every attempt by the Seiryu to drive out the Liumang. All police resources were dedicated to that one goal. It created a tiny pocket of Ijincho that was essentially violence-free. Well, I bet that worked out great for the Liumong. Oh, and you're the sharp one, I take it. Yes. That zone became the Liumong's home. So there it was. A place controlled by a criminal organization, but with a low crime. The first gray zone. A szürke zóna, az első szürke zóna. Accepted that. Why would they give up their territory and all its income streams like that? Because they were getting continuous payouts from the counterfeiting operation. Mm-hmm. And that wasn't the only thing. Anytime one of us did something that normally would have landed us in hot water, Hokikubo would contain it. He kept it off police reports. Uh-huh. That kept us from losing men to the law. So there were plenty of benefits for us. All while we kept our honor. Igen, tehát amíg ugye, hogy mondjam, tehát hogy igazából mi? Hogy jön ide az Ace Ventura 3? Szóval, hogy nem csak a pénzt nyerték meg a gengek, tehát a klánok, nem csak a pénzből részesültek, és gazdagabbak lettek, úgymond, hanem amikor olyan szituációba került valaki, hogy a törvénnyel került szembe, akkor a politikus csávó el tudta tüntetni a nyomokat, és így nem kellett mondjuk a törvénnyel szembe kerülnie az adott illetőnek, így tudták folytatni a tevékenységeiket. This Hokikubo is a pretty shrewd guy. He just used some old tricks every politician knows. Oh. Perhaps. But do you understand now how we benefit from him? Yeah, I get it. And my people reap those benefits also. In the 80s, the Komijol was saved by the Ijincho Gray Zone. Mm-hmm. How? Our parent organization was the Jingon Mafia, which formed decades ago in Korea. Oh. Tehát őket is ez a szürke zóna mentette meg, az ő klánjukat.
ők annó Koreába jöttek létre, és a 80-as években itt menekültek meg. He was a body double for their leader. But every time the Jingon Mafia got crushed, some of its people would drift to Ijincho. My mother was one of those. I was young when she brought me here. Ijincho was a breath of fresh air after living so long under their ridiculous code. Hmm. More and more people heard about the relief we found here. So more came. But then our safety was threatened by something else. As our numbers grew, so did our clashes with the Yokohama Liomong. You started fighting them? Not outright. Ogikubo stepped in. Right before a real war erupted, he brought us a proposal. That we take over the Seiryu's counterfeiting business. It was an offer of steady income and safe territory. How could we refuse? In return, we would perform the surveillance necessary to contain the secret. That's how we started to build a system that now monitors every inch of Ijincho. It became our way to contribute to the smooth running of Ijincho, alongside the Seiryu and Liomong. So that's the origin story behind the Ijin 3. Ever since, we've all supported Ogikubo. And he's supported us in kind. He used the huge streams of money from us to secure his seat at the helm of the Citizens Liberal Party. Now, no one in the cabinet can speak against him. Igen, most még senki sem tud már a way to bring peace to the city, a politikus csávó ellen beszélni. There are worse ways to climb the ladder, but I can't condone it. It's still a cover-up. Really? So you would say even perfect results don't matter if the methods are flawed. What about the police themselves? What about their alliance with all the Yakuza which grew from the scorched earth of post-war Japan? Light and dark joined hands to rebuild, and that's how we got where we are today. You can't deny the ends justify the means. Well... What does it even matter what happened? Who cares about that stuff right now? It's all in Ijincho's past. What we gotta think about is its future. Igen, hát ez so az, ahogy kialakult ez az egész. What do you want? És most beszéljünk a jövőről. What's the Ijin 3 gonna do with us and Namba? This could get ugly. Igen, hát ez a... Your friend Namba-kun, during his search for his brother, spied on us and invaded our privacy. Mm-hmm. I assume he began with the fake bills because that was his brother's subject of investigation. Mm-hmm. But he was reckless, digging through Komi Jewel affairs like a rabid raccoon. Right from the start, he's refused to show any respect to the Ijin 3. Now he's seen the counterfeiting for himself, and we have no idea where he is. We must ensure his permanent silence. Why are you telling us this? You looking to make a deal for his life or something? A deal? Kasuga, under most circumstances, all your lives would be forfeit. But I have some idea of how this fake bill ended up in your pocket. Mm-hmm. Neki van ötlete, hogy hogyan köthetett ki nálunk az a hamis pénz. What? Huh? You do? Out of respect for this person, I will look the other way. És mivel tiszteletből az ember iránt, akire gyanakszik, félre, a másik, tehát hogy elnéz. Na, tehát hogy elnézi. But who the hell was it? If you really want to know, you'll have to bring Namba to me, personally. Ha tudni akarjuk, hogy ki volt az, akkor ide kell hoznunk Namba. Sure is tempting. Kasuga, but I'll pass. Nothing I need to know so bad that I'd sell out a friend. So we done here? You do realize, if word gets out about the counterfeiting, the Great Wall will crumble. And that means the end of the gray zone. Mm-hmm. Yeah, that would suck for you. Look, the Great Wall keeps the peace with less than honorable means, sure. But it provides a safe haven for desperate souls with nowhere left to turn. Yeah, man, I get all that. Well, here's what you don't get, you moron.
When we say no one gets in, that includes the Tojo clan and the Omi Alliance. So see, if we're talking about people who owe their lives to the Gray Zone, you're one of them, Kasuga-kun. Mm-hmm. What? After you were shot, the only reason the Omi didn't finish you off is because you were inside the zone. Okay. Ugye, ők annyira védik egymást, meg ezt a triangle-t, hogy így mondjam, hogy ideben, ebbe a részbe senki nem kerülhet be, se az Omi, se a Tojo klán, se semmilyen más klán, és amikor minket lelőttek, és ide kerültünk, akkor az egyetlen oka, hogy az Omi klán nem vadászott le minket, az az, hogy itt voltunk bent, ezen a helyen, ebbe a város részbe, Ijincho-ba, ahol az Ijin-free védelme alá kerültünk, úgymond. Tehát azért ér egyedül körülbelül Ichiban, mert ott van, ahol. És ide nem jön be a külső klánok egyike sem. That I owe something to the city? Go ahead and act like you're above it all. But you've benefited from our operation as much as any of us. És ugye ez mind azért van, mert itt van egy olyan üzlet, ami fenntartja azt, hogy elnéznek a városrész fölött, mert ebből a városrészből kapja a politikus a rengeteg pénzt. Fine. Still doesn't mean I'm gonna sell out a friend. Before you insist on that, I have something important to say. Kéne, yeah, fontosat what? Akar mondani. We already have assassins hunting Namba. Már vannak asszaszinok, akik keresik Nambát. Whose assassins? Mine. Somebody had to step up. That's stepping up in your book? Hunting an innocent man? Unlike you, Kasuga. I don't turn down attractive offers, but don't worry. I told my guys to make it painless. But my men have gotten a little rough lately. You son of a bitch. Call him off! No can do. I think one death for the sake of the whole city is worth the price. What do you say to our offer now? If you refuse, Namba will die. But aren't you gonna kill him all the same if we bring him to you? Instead of worrying about that, worry about getting to him first. Your clock's ticking. Hey, we don't even know where to look. I may have an idea. Well, there you go. So, Kasuga, given all this, what will you do? I mean, guess I'm rescuing Namba from your stupid assassins. Hát ügyesen kitekerték oda, hogy ne legyen más választásunk, mint hogy mi nekünk kelljen megtalálni Nambát, mielőtt az ő asszaszinjuk, vagy asszaszinjaik találják meg Nambát, és megölik. Mert azt kérte tőlünk a nagy boss, hogy hozzuk ide, hogy beszélhessen vele. Nyilván azt gyanítjuk, hogy ha ide hozzuk, akkor is megölik, de a biztos halál és a maybe we have 10% to survive, vagy valami hasonló, az több, mint a zero. Oké. Okay. Wow. No. Várjál itt. De hát most velek beszélnem kell, nem? De mindenképp meg kell kérdeznem. No. Jó, hol van? Hol van Namba? Jó! De nyilván pontosan nem tudják, csak van információjuk, hogy merre lehet elindulni. There's no indication he's left, tehát elvileg nem hagyta el a várost. Elmehetett a rendőrséghez? Valószínűleg nem kockáztatja meg.
akkor merre mehetett? Yes. Oh, Bleach Japan would be the best bet. A Bleach Japan, emlékeztek, akiket agyonvertünk a hülye tüntetősök. I see. Ők lehet, hogy megvédik az, mert az Ijin Free-től, vagy valami. Helye. Lehetséges, hogy már ott bent van a Bleach Japan-nek az irodájában. Oké. Okay. Igen, ez az, amit mondtam, hogy most megkérdezem, hogy mi mit fognak vele csinálni, hogyha idehozzuk Nanbát. Mondták, hogy ezt nem ő dönti el, de hogyha nem haladunk, akkor ugye az asszaszinok meg fogják találni Nanbát, és meg fogják ölni, ez csak idő kérdése. Jól kevék a kártyákat a sztori írói. Abszolút etenél, ezért mondtam, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes, jó kis krimi történet, vagy hogy mondjam, tehát, hogy... Ilyen maffia krimi izé. Nagyon jó, nagyon tetszik. Még egyszer, the Hunger Building on Carriage Highway, there Yokohama branch is on the second floor. Aha. Oké. Okay. Tehát el kell mennünk, megtalálnunk majd Nanbát. És ehhez, hát a szomszédba kell átmenni. Na jó, viszont itt fogjuk ma abba hagyni, és folytatjuk majd a héten. Mondtam, hogy picit majd idézőjel rövidebben leszek. Úgyhogy itt most én mentek egyet. De nagyon-nagyon tetszik továbbra is, ahogy keverik a szalámit ebbe a játéknak a történetébe, hogy így mondjam. Szóval, wow, nagyon-nagyon király. Hát ez állat. Nos, hát remélem, hogy Etenér, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 100-as csírt, és hát ne viccelj, örülök, hogy itt voltál, te is, és mindenki is. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és remélem, hogy élvezitek ti is ezeket a Yakuza streameket. Tudom, hogy nagyon, nagyon nehezen emészthető stílusa van a játéknak, vagy egyedi stílusa van, és én nagyon-nagyon szépen köszönöm tényleg, hogy ilyen sokan itt szoktatok lenni a streamen, mert ez, hát, nyilván örülök mindig, meg örülök, hogy ennyi mindenkit azért érdekel a sztória, remélhetőleg. Köszönöm szépen a velem tartást, elkezdtem kitölteni a jövő hétre való menetrendet, már egy-két dolog be van írva, ugye a héten érkezik 25-én, ha jól emlékszem, az Immortals Phoenix Rising-nak a legújabb DLC-je, ami már egy külön sztori, és keleti kultúrába fog játszódni, úgyhogy ott is megyünk keletre, azt is meg fogjuk nézni, illetve van még egyéb finomság is, ugye folytatjuk a Ratchet & Clank-et, valószínűleg fogunk egy picit további kártelezésekkel is foglalkozni, úgyhogy lesz itt minden is. Főként sajnos viszont csak esténként fogok tudni jönni, délelőtt folyamán nem, mert ahogy említettem stream elején azért van dolog, illetve családnak is segítkezek. Úgyhogy, amint kitaláltam valamit, folytatom a menetrend kitöltését, de a holnapi nap meg 25-e már be van írva, úgyhogy azokat már látjátok, de holnap reggel kávénál vagy hasonlónál meg szülöm, hogy mi legyen még és mikor. Remélem, hogy velem tartotok majd jövő héten is. Jó pihenést még a vasárnap estére. Találkozunk holnap este, hétfőkor, az szóval hétfőn 18:30-kor szokásos időbe. Várlak titeket. Jó pihenést és kitartást a héthez. Köszi a figyelmet. Sziasztok!